Köszöntöm a mai sajtótájékoztatón megjelent sajtóképviselőket, köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Egy fontos bejelentést szeretnénk tenni, de azt megelőzően szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy magyar kormányzat megtesz mindent annak érdekében az agrárkormányzattal együtt és a belügyminisztériummal, hogy ebben a rendkívül asszályos időszakban olyan döntéseket hozzon, amellyel a gazdatársadalmat a technológiák javítása és a technológiák fejlesztése érdekében segítsen. El kell mondanunk azt, hogy az elmúlt egy évben, magyarul tavaly nyár óta, augusztus óta az Alföld jelentős részén érdemleges csapadék nem esett, mintegy 140-160 mm csapadék hiányzik a talajokból. Az őszi asszály, amely már elkezdődött valamikor, ahogy előbb említettem, augusztusban, sajnos azt követően az őszi vetések rendkívül gyenge állapotban, vagy talán ki sem kelt állapotban mentek a télbe. A decemberi 15 cm-es hó az adott egy olyan lehetőséget a gabonaféléknek, repcéknek, hogy ki tudott kelni, de már megerősödni nem tudott. Az elmúlt hónapokban összesen mintegy 30 mm csapadék esett az Alföldön, ez rendkívül kevés. A felső talajszintek kiszáradva, a megművelt talajszint az szinte 100%-ban por száraz, az alsó rétegekben is minimális nedvesség van. Az alsóbb rétegekben lévő nedvesség már természetesen nem tud feljönni, és a frissen vetett tavaszi vagy késő őszi növények a gyökerükkel ezt a szintet már nem érik el. Éppen ezért egy rendkívüli módon mondhatjuk azt, hogy elindult az öntözés teljesen szokatlan módon. Az elmúlt 40 évben arra nem volt példa az Alföldön, hogy öntözni kelljen korábbi időszakban, mint ahogy megszoktuk. Általában az öntözési idény Magyarországon április közepe, április vége vagy májusban kezdődik, de az igazi öntözési időszak az inkább a június és július, augusztus 20-ával bezárólag. Ebben az évben viszont már március második felében azok a gazdálkodók, ahol volt lehetőség arra, hogy öntözni tudjanak, elkezdték vagy feltölteni a talajt, vagy pedig a legkorábbi vetéseket megpróbálták öntözni. Tehát ugye ez nagyon kevés gazdaságnak, gazdálkodónak tartozik a lehetőségei közé, sőt mondhatnánk azt is, ugye, hogy a különböző vízszolgáltatók azok általában az eddig megszokott időszakban április 15-től tudnak öntözővizet biztosítani. A magyar kormányzat az elmúlt évben, már még 2017-ben öntözésfejlesztési stratégiát alkotott, amelynek keretében meghatározta azt, hogy az elkövetkezendő években hány hektáron hogyan tudunk öntözésfejlesztésben gondolkodni. Az elkövetkezendő mintegy 10 évben mintegy 170 milliárd forint fog rendelkezésre állni annak érdekében, hogy azok az öntöző művek, öntöző berendezések, amelyek korábban kialakításra kerültek, kisebb felújítások, rekonstrukciók után ismételten öntözhetővé tegyék azokat a területeket, melyek öntözésre berendezettek voltak. Ez az évi mintegy 17 milliárd forint elégséges arra, hogy ezzel az összeggel ezek a felújítási munkálatok elkezdődhessenek, illetve az elkövetkezendő 10 évben az a fejlesztés, ami mintegy 100 ezer hektár új terület bevonását jelenti, annak a feltételeink a biztosításához elég. Ez a kormányzati intézkedés nagymértékben a Nemzeti Agrárkamarának a javaslatára, kidolgozásra került ez a program, és a gazdák megkérdezése és a gazdákkal való együttműködés a gazdák igényeinek a felmérése alapján készült. Most viszont ugye mindennapos gondja a gazdáknak az, hogy előbb is említettem, nincs lehetőség, vagy minimális lehetőség volt eddig öntözni, mivel az öntözési idény az április 15-től szólt, és mi már a magyar gazdák jelentős részben már megpróbáltak, akiknek lehetőségük van korábban öntözni. Erre a vízügyi igazgatóságok és a vízszolgáltatók csak részben voltak felkészülve, de a kormányzat egy döntéssel, a belügyminisztérium segítségével, az agrárkormányzat meghozta azt a döntést, amellyel úgy gondolom, hogy nagyon sokat segít a magyar gazdatársadalomnak, mivel
a vízidényt 2020-tól kitolta, és ez azt jelenti, hogy 2020-tól március 1 és október 31-e között történik a az öntözési idény, ami egyértelműen bizonyítja azt, hogy azok a klimatikus változások, amik bekövetkeztek itt a Kárpát-medencében, megpróbálunk ehhez igazodni, és ennek a feltételeiben teljesíteni azokat a lehetőségeket, amit öntözés jelent. Ez egy nagy segítség, és ugyanakkor azt is el kell, hogy mondjam, hogy abban is segítsége lesz abban is segítség lesz a gazdák számára, hogy április 1-től meghirdette a kormányzat a tartós vízhiányos területeknek a víz után pótlását, és ezzel gyakorlatilag elhárult az akadály arról, hogy öntözhessenek a gazdák, sőt mondhatnám azt is, hogy bizonyos árcsökkentést, költségcsökkentést is átvállal a kormányzat, ami annyit jelent, hogy az alapdíjnak a 30%-át kell csak megtéríteni a gazdáknak az elkövetkezendő időben és az eddig elvégzett öntözés vonatkozásában. Tehát mondhatnánk azt összefoglalva, hogy egy olyan döntés született az Agrárkormányzat és a Belügyminisztérium részéről, amely figyelembe veszi a gazdáknak a kérését, figyelembe veszi azt a klimatikus változást, amely sújt bennünket az Alföldön és mondhatni az egész Kárpát-medencében, az öntözési idény kiegészítésével, kitolásával nem csak a tavaszi, hanem a késő-őszi növények öntözése is biztosíthatóvá válik. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy segítség, egy nagy lehetőség minden gazdálkodó számára, aki öntözéssel tud védekezni a szájkárok ellen. Körülbelül ennyit szerettem volna mondani. Érdeklődnék, hogy azok a gazdák, akik már elkezdték az öntözést, mert lehetőségük nyílt rá, azok is visszamenőleg megkapják ezt a... Igen, visszamenőleg megkapják 15-től, március 15-től. Igen. Köszönöm. Ugye az öntözésnek, most csak úgy kiegészítésképpen mondom, ugye az öntözésnek azért komoly költségei vannak. Hektár, ugye ez két díjtételből áll, az alapdíj és a változó vízdíj, illetve a vízkészlet használati járulékban. Én úgy gondolom, hogy ezek a támogatások vagy engedmények, ezek nagyban segítik a gazdálkodás menetét.